Andi azt mondja, hogy ez a rész, ez Berlinnek a, hogy ez a 8. kerülete, 8 kere. Hát így néz ki Berlinben a 8 ker. Ez egy volt, vágóhíd volt. Itt Berlinben, a Friedrichshain kerületben, nem messze attól a háztól, ahol a Bandi dolgozik. És két... Az előbb nem tudtam befejezni a videót, mert jött egy eladó, és azt mondta, hogy itt nem szabad videózni, se fényképezni. Hát a Bandi oda vezetett bennünket a legdrágább kerékpárhoz ebbe a csarnokba, ami 9990 euró, 99 cent volt, nem vettük meg, de gondolkoztunk, hogy ne vegyünk fejenként egy-egy rollert, 49 euróért, azzal is el tudnánk menni a Ramadába. Hát ennyit. Ennyit a szabályokról. Péntek este itt vagyunk Pankovban, egy óriási parkban. Letettük az autót, körbefordulok, hogy látszanak a park méretei. Ennek a parknak az az érdekessége, hogy a II. Világháború után, mivel itt volt szabad hely, rengeteg sittet, törmeléket, romot hordtak ide. Ez az a bucka, amit előttünk látszik, ami igen tekintélyes mérete van, majd látszik, és most egy ilyen domb lett belőle, sétánnyal, ahol az emberek jönnek pihenni, szórakozni. Csak hogy látszanak a törmelékből kialakult domb méretei. Azért ismétlem meg itt többször a felvétel. Itt vagyunk a domb másik oldalán. Péntek este így szórakoznak a berliniek.